A lakosság 7-10%-a szenved valamilyen pollenallergiától, közülük pedig sokan a parlagfű allergiától. Éppen ennek az allergia szempontjából hírhet növénynek van szezonja, amely egészen őszig eltart. A híradónk által felkeresett szakember azt tapasztalja, hogy az allergiával küzdők először a patikát keresik fel. Fontos ezzel foglalkozni, mert hogyha nem törődünk ezekkel az allergiás tünetek kezelésével, az idővel lejjebb húzódik, és egy allergiás aszma is alakulhat ki belőle. Tehát ezért fontos ezt megtenni. Schneider Attila hozzátette, a vén nélkül kapható antihisztaminok is csillapíthatják tüneteinket, ez nem minden esetben elégséges. De hogyha súlyosabbak a tünetek, azért érdemes elmenni mindenképpen szakemberhez, és a háziorvos is tud olyan orspréket felírni, amit folyamatosan kell, vagy folyamatosan tud használni a beteg. Ezt fontos elmondani, hogy ami a patikában használatos, vagy kapható vén nélküli orspék, amik nátha esetén használunk, ezt ordulásra használják allergiások is, de ezeket nem szabad hosszú távon használni, mert az ornyálkahártyát kiszárítják, károsítják, és akár függővé is válhat valaki, hogyha, mert ugye az allergiás tünetek nem szűnnek, mindig visszatéres, tehát akkor szinte folyamatosan használja. Ha a parlagfű szezonban heteken át fennálló orrfolyást, ordugulást, szemviszketést tapasztalunk magunkon, érdemes pollenallergia gyanújával orvoshoz vagy gyógyszerészhez fordulni. A pollenallergia a lakosság 7-10%-át érinti, közülük a parlagfűre allergiások száma megközelítőleg 40-50%.